Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt munkáról van szó. Lehet, hogy sok a munkád, vagy ő dolgozik sokat, fáradt, kimerült, de jelenthet egy munkahelyi helyzetet, vagy munkahelyi változásokat is. Ha én mindkét képet megtekintem, akkor ennél a kártyavetésnél az jut eszembe, hogy sokat dolgozol, nincs szabad időd, vagy ő dolgozik sokat, és neki nincs szabad ideje, nem tudja kipihenni magát. Viszont a kártyák azt is jelenthetik, hogy te azon dolgozol, talán vele együtt, hogy ti kiépítsetek itt valamit. Hamarosan közeledik valaki hozzád, és megajándékoz téged. Az lehet, hogy lesz vele egy találkozás, kapsz ajándékot, vagy az is lehet, hogy lesz egy jó munkahelyi ajánlat, és ez olyan számodra, mint egy ajándék. Vagy valaki megajándékoz téged a munkahelyen. Itt látható ez a férfi, utalhat a férfiakra, de ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi utal a te lelki társadra, és látható, hogy olyan jó indulattal közeledik hozzád. Akkor is, ha nála még vannak gondok, különösen, ami a munkáját illeti. Vagy fáj a feje, az is lehet. De miért van így, hogy fejfájása van? Mert nagyon sokat töpreng minden felett. Az lenne jó, ha bizonyos témákat el tudna engedni, és akkor lehet egy új kezdet. Tehát szüksége van a változásokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kép téged szimbolizál. Te gondolsz rám, megvannak nálad az elvárások, te szeretnéd azt, ha kicsit kipihenné magát, ha nem olyan sokat töprengene bizonyos dolgok felett. Ezek lehetnek családi ügyek is, hiszen a ház az utalhat a szülői házra, vagy a rokonokra is. De minden jóra fordul, hiszen látható a szerencse a szerelmi élet területén. De azért légy óvatos, mert a háttérbe megjelenik egy hamis nő. Az lehet az ex kapcsolata, vagy valaki a családból, a testvére, vagy az anyukája. Tehát valaki rossz indulatú, és figyelget benneteket. Az is lehet, hogy emiatt gondolkozik el bizonyos dolgok felett, és töpreng, mert ő személyesen tulajdonképpen nagyon jó indulatú, és szerelemmel, ajándékkal közeledik hozzád. Lehet, hogy vannak gondjai a munkák illetően, de lesznek változások. Ami pedig téged illet, légy óvatos, mert ott a környezetben megjelenik ez a hamis nő, és figyelget téged, az is lehet, hogy rossz irányba tereli a gondolataidat, vagy irigy rád, vagy féltékeny.
és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!